Ugye kutyakaja, ugye előbb említettem, illetve itt a májgombóc készítése kapcsán, ugye ez megmaradt. Ez az alaplépnek a hús, amit lefőztem. Ugye ez a hús, ez emberi fogyasztásra ez nem nagyon alkalmas, mivel nagyon zsíros egyrészt, és ilyen szafrangos, meg mit tudom én. Viszont, és tele van ugye szilánkkal, tehát én ezt úgy szoktam ilyenkor csinálni, hogy teljesen, ugye ez nagyon meg van főve, látjátok? Nagyon-nagyon meg van főve. Leszedem a csontról ezt a húst, még egyszer majd átnézem a szilánkokat, ne legyenek benne. Szóval ezt így ugye a kutyáknak oda lehet adni. Na most ezt lehet fokozni azzal, hogy teszel hozzá zöldségeket. Majd megmutatom. Szóval lényeg, hogy most ugye teljesen lecsontozom. Tehát kiszedem, leszedem erről a csontról, látjátok, ez ilyen hátgerinc, meg borda, meg mit tudom én, mivel. Ugye ezt nagyon olcsón lehet kapni. Az amerikaiak egyszerűen eldobják. Leszűrik, és úgy, ahogy van, kidobják. Na, szóval kutyakaja. Már gondolom, hogy páran majd írnak be nekem valamit, hogy erre ilyen reakciókat, hogy a kutyának milyen kaja van. Ezt én begyakoroltam, gyerekek, már rég, és ez bevált. Ez bevált, ez az egyik legolcsóbb módja a kutyákat ugye etetni, ez egyik legolcsóbb módja, ami nem mindegy, mert a kutyakaják, a jó kutyakaja, ugye az nem túl olcsó. És én megmutatom, hogy mit lehet kihozni ilyen olcsó dolgokból, és imádják a kutyák. Tehát amíg ezeket én itt földarabolom, ugye mutattam ezt a csirkemájat, hogy ez az egyik legolcsóbb étel. Ilyen csirkemájból van ugye ez a májgombóc leves. Ez 1 dollár 25 cent. Hát nem vágföldhöz, igaz? 1 dollár 25 cent. Ezzel azt csinálom, hogy egy külön edénybe ugye ezt egyszerűen a csirkemájat, várjál, kell egy kanál ehhez. Egyszerűen fogom, és ugye a kutyáknak mindenféle fűszerezés nélkül egyszerűen csak a vízben megfőzöm. És ugye ugyanebbe a vízbe beleszórom ezt a 3 egész sárgarépát is. Együtt majd a májjal megfőlnek. És ugye egy másik edénybe pedig rakunk rizst. Ops, itt valami fekete van benne. Ezt innen kidobjuk, nem tudom mi az. Mennyi ez? Várja, annyi hús. Még egy kicsit. Na majd fel kell töltsem, mert ebben már alig van. Hoztam én a múltkor egy ilyen nagy rizst. Majd mindjárt feltöltöm. Szóval ezt is megfőzzük sima vízbe. Sót nem teszünk bele. A kutya nem igényli a sót. Sőt, nem is nagyon jó neki. Szóval nem teszünk bele sót, semmit. Semmilyen fűszert nem teszünk semmibe. Van elég a húsba, amit ugye kapott ott borsot, sót, meg mindaz, bőven elég. Ugye ezt egyszerűen megfőzzük, a rizst is. Nos, miután ugye minden megfőtt, és nagyjából kicsit ki is vannak hűtve a dolgok, ugye itt a répa, a máj, a rizs, az öt borsó, ugye az konzervba volt, és itt van alatta, ugye ez a főtt hús. Ezt ugye ráraktam, hogy egy kicsit ugye melegítse át, ne legyen a meleg. És kérem, azt fogjuk csinálni, hogy ezt az egészet ugye ledaráljuk. Tehát magyarán ledaráljuk a májat, a főtt húst és a répát. A borsót azt nem kell, se a rizsát. Szóval ez jön most.
Most megtörtént a darálás. Hát úgy döntöttem a végére, hogy ledaráltam az öt borsót is. Tehát itt van a hús, az öt borsó, a csirkemáj, és ugye itt a rizs. Hát én azt hiszem a rizsből egy kicsit besokaltam, úgyhogy egyelőre azt hiszem, hogy kétharmadát így ennyi lesz benne. Ja, ezzel meg nem foglalkozunk. Na, még egy szem borzsó maradt itt. Jó, ezt most én kézzel összegyúrom. Nos, befejező mozzanatok következnek. Készen van a keverékünk. Ez gyakorlatilag így, ebbe az állapotába még emberi fogyasztásra is alkalmas lehet, mivel hogy semmiféle olyan nincs benne, ami nem tiszta, vagy mit tudom én, egészségtelen lenne. Mondjuk a hús egy kicsit zsíros, stb., de az nem a nagy probléma, de így, ha most megízlelem, ha ezt most én befűszerezném, mondjuk borsot tennék bele, majorannát még, majdnem olyan lenne, mint a májuskurka. Szóval, na, folytassuk tovább. Hogyan történik ennek a dolognak ugye a kipreparálása? Tehát így. Tehát van ez a fagyiszedő kanál. Kérem, ez nagyon bevált. És ezt ugye most itt végig rakom vele. Na most miután ugye megcsináltam ezeket a feleket, tehát így összerakom, így, csinálok belőle gombócokat, látjátok, így, és majd meglátjátok, hogy értelmet nyer a dolog. Szóval ez a lényeg, hogy ez egy adag kaja, ez. Egy ilyen gombóc, ugye ennek ebbe a méretű kutyába, tehát a pag és a teljes méretű csivava, ugye a Missy, az csivava, ez pontosan elég egy kajára. Esetleg még a Évi szokott hozzá keverni egy kis félszárazat vagy valamit, és akkor ez így tökéletes. Most megállítsuk. Itt vagyunk, szóval itt van készen, ez, kicsit széjjelebb szedem őket, és így, ahogy van, ugye megy be a fagyasztásra, és utána ugye ez be lesz zacskózva, és akkor egy jó darabig ugye megvan nekik a kajájuk. Hát nem minden nap kapnak ezt, szoktam csinálni, volt egyszer, csináltam valami 50 darabot, és sokáig jó volt, tehát így lefagyasztva. Semmi kifogásuk ellene. Na most megkérdezzük a legérintettebbet. Gyere! Psz, gyere ide! Gyere! Hogy ő vajon hogyan fogja ezt kiértékelni? Na, most kellene a telefont, hogy lássam, mert... Na, gyere! Hogy rajta legyen. Ugye ő mindig lecsekkolja, hogy mit kap. Na, hogy ízlik? Ne adjam meg a száját. Na, jó lesz, Szuszu? Én azt hiszem, hogy a Szuszu értékelése szerint ez nagyon finom. Igaz? Kis kutya. Na, még egy picit adok, azt a másikat meg a Missinek. De az meg benn van a szobában, nem jön elő. Sajnos a Szuszuka beteg, még idáig nem mondtam nektek. Itten, ezen az oldalon elindult neki egy rák, és hát nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz vele itt ezen a felén. Sajnos az el fog majd rajta terjedni, és hát akkor nincs tovább. Már a hideg kiráz a gondolattól is. Ugye most már 13. évében van. Több ezer dollárba kerülne az, hogy megoperálni, ugye lézerre, utána sugárkezelés, meg stb. 6-7 ezer dollárt nem tudunk ráfordítani sajnos. És nem is biztos, hogy segítene. Szóval
A másik kutyánk is beteg. Szóval hamarosan majd el kell köszönjünk sajnos tőlük. Hát sajnálom, hogy ilyen szomorúan kellett befejezni ezt a kutyakaja témát, de hát ez is a reality. És az is a reality, hogy ezt, amit itt láttatok, meg lehet venni készen. Tessék, be van jelölve, hogy mekkorákat, mekkora kutyának vágják. Itt van így a csirkehús, ilyen csirkemelszerűség, zöldborsó, sárgarépa, meg ott valami még, nem tudom mi az. És itt a végébe, ugye, nem tudom mennyire látszik, ott a rizsa, itt azok a kis aprók, rizs, hús, borsó, répa, és még itt valami, ilyen zellers, nem tudom mi az. Én azt nem raktam bele. Na, tehát, nem tudom, adtam egy kis ötletet. Ja, és ez majdnem $4, ez a darab. Még azt hiszem van is $4, egy ilyen, ekkora. És ez nekik elég, mondjuk, hát, ezt mondjuk keverve szokta adni nekik, de ugyanaz van benne, mint ebbe. Egy és ugyanaz. Hát az egy evésre a két kutya megeszi. Na. Ennyi. Próbáltok ki, ha van kutyátok és szeretitek a kutyákat, próbáltok ezt ki, ilyen maradék hús, máj, csirkemáj, borsó, sárgarépa és rizs. Fűszer, semmi. Bye-bye! Sok sikert hozzá! Na, most megy vagy nem megy?